Adószámot kell kérni. Január 1-től csak olyan gyerekek után lehet igénybe venni a családi adókedvezményt, akik adóazonosító jellel rendelkeznek. A változás a megyében érinti a legtöbb családot. Megújul a baktai Degenfeld kastély. A 20 éve üresen álló épületben interaktív múzeumot alakítanak ki, és a tervek között szerepel a természetvédelem alatt álló park rendbetétele is. Újabb esély. Augusztus 10-ig nyújthatnak be pótfelvételi kérelmet azok a diákok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy akik az idén nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. Január 1-től csak olyan gyerekek után lehet igénybe venni a családi adókedvezményt, akik adóazonosító jellel rendelkeznek. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Évek óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálják a legtöbb születést az országban, ezért itt érinti a legtöbb családot a változás. A megyében idén július végéig 17 ezer kártyát adtak ki, ami jelentősen több a tavalyihoz képest. A gyermekek adóazonosító jele a 2015-ös évről szóló bevalláshoz szükséges majd először, aminek határideje 2016. február 25-e. A magyar nemzet értesülései szerint a 2005 után születettek automatikusan kaptak adóazonosító jelet, előtte viszont csak akkor adott ki ilyet a hatóság, ha külön kérte a szülő. Adókártya pedig csak a 2008 után születettek esetében járt, és náluk is lehettek kivételek. Az adóhivatal a visszaélések elleni küzdelemmel indokolja a változtatást. A jövőben így pontosabban nyomon követhető, hogy kik után akarják igénybe venni a családi adókedvezményt. 2016. január 1-től csak azok vehetik igénybe a családi adókedvezményt, akiknek az eltartottaknak megvan az adóazonosító jele is. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeknek meg kell igényelni minél hamarabb az adókártyát, természetesen ez fogja tartalmazni az adóazonosító jelet. Nagyon nagy a sorba állás az ügyfélszolgálatainkon, hiszen mindenki az utolsó pillanatokra próbálja hagyni ezt. 2016. február 25-e az a legkésőbbi határidő, amikor ugye a személyvédelem adóbevallást be kell adni az egyéni vállalkozóknak, tehát eddig érdemes beszerezni ezt az adóazonosító kártyát. A KSH adatai szerint évek óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálják a legtöbb születést az országban, ezért itt érinti a legtöbb családot a változás. Az adóazonosító jelet a gyermekek születése után egy adatlap kitöltésével lehet igényelni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Feltétel természetesen az, hogy a T34-es nyomtatványt töltsék ki az adózók. Itt az adózónak a nevét, illetve elérhetőségeit kell feltüntetni. Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek adatait kell megadni ezen az adatlapon, és a szülő írja alá. Természetesen be lehet adni ezt az adatlapot elektronikus úton is, hogyha valaki megteszi, akkor elkerüli a sorbanállást. Az idejében egyébként itt július végéig több mint 17 ezer ilyen adókártya igénylés történt meg. A nyomtatvány kitöltése után személyesen is lehet igényelni az adóazonosító kártyát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatán. A jövő évtől a havi bérszámfejtéshez is kéri majd a munkáltató ezt az adatot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos elnökségének döntése értelmében július 31-e helyett augusztus 15-ig lehet befizetni az idei tagdíjat. Szintén eddig az időpontig van lehetőség késedelmes bevallásra is. Azon kamarai tagoknak, akik 2015. június 30-áig nem tettek bevallást, de azt legkésőbb augusztus 15-ig pótolják, a fizetendő tagdíj 10%-ának megfelelő késedelmi pótlékot kell megfizetniük. A kamarai tagok önbevallás útján elektronikus úton nyilatkoznak arról, hogy melyik tagdíj befizetési osztályba tartoznak. A falugazdászt fel kell keresni, itt hozzánk is sokan érkeznek be, hogy tudatosul lassan, hogy igenis ne várja a levelet, ha nem jöjjön, vagy kapott már valamilyen értesítést, hogy ő ennek nem tette eleget, és falugazdász közreműködésével szinte annyi, hogy bejön a bevallását, igazolja, hogy milyen forgalmat bonyolított a tavalyi évben. Általában azok nem jöttek eddig be, akik ezek a 2000 forintos kategóriák, akik 600 ezer forint alatt forgalmaznak évente. Több mint fél milliárd forintból újítják fel Baktalóránd házán a Degenfeld kastélyt. A 20 éve üresen álló épületben interaktív múzeumot alakítanak ki, és a tervek között szerepel a természetvédelem alatt álló park rendbetétele is. A közbeszerzési eljárás már lezárult, így augusztus elején már elkezdődhetnek a felújítási munkák.
Ilyen leromlott állapotban van a Baktalórendháza központjában álló Degenfeld kastély. Az elmúlt 20 évben üresen állt az egykor kórháznak helyet adó épület. Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően új funkciót kap a műemlék jellegű épület, amelynek felújítására több mint 500 000 000 forintot nyertek. Ebben természetesen nem csak az építés, hanem motorok, informatikai beszerzések jelennek meg. Interaktív múzeum kialakítása, ezt a címet viseli a program, és bízunk benne, hogy egy olyan múzeumot, egy olyan kiállítóhelyet tudunk létrehozni, amely az interaktivitást tekintve mindenképpen egyedi lesz a megyében, de akár még mondhatom azt, hogy az országban sem sok helyen van interaktív múzeum. Nem csak a kastélyt, hanem a hozzátartozó parkot is szeretnék rendbe tenni, amelyre újabb forrásokat keres az önkormányzat. A kastélyprogram mellett több beruházás is folyamatban van jelenleg Baktalórendházán. Az általános iskolában külső-belső felújítás is zajlik. Az önkormányzat működtetésében az általános iskola konyhája megújul, egy 25 millió forintot nyertünk erre a feladatellátásra. Ez részben építési felújítást jelent, részben pedig a konyhai eszközök teljes cseréjét jelenti, és hát augusztus hónapban szeretnénk ezt megvalósítani, tehát a tanévkezdéskor már a felújított konyhával szeretnénk üzemelni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az általános iskola épületén energetikai felújítás is zajlik. Ennek a beruházásnak a költségvetése 120 millió forint körüli. Ezt nem az önkormányzat, hanem a Klebersberg intézmény fenntartó központ működtetésében végzik. Baktalórendháza polgármestere azt is elmondta, hogy a kastélyprogram új munkalehetőséget is biztosít a városban, hiszen a felújítás idején több vállalkozó dolgozik majd az építkezésen, illetve a természetvédelem alatt álló park rendbetételén, a megújuló intézményben pedig további foglalkoztatásra lesz lehetősége az önkormányzatnak. Augusztus 10-ig és kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be pótfelvételi kérelmet azok a diákok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy akik az idén nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A felvi.hu oldalon közzétett összegzés szerint a pótfelvételi eljárásban egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzését lehet megjelölni. Csak azok pótfelvételizhetnek, akik a 2015-ös általános felvételire nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek ugyan, de sehova nem vették fel őket. Azok nem pótfelvételizhetnek, akiket bármilyen szakra felvettek, de meggondolták magukat, és mégsem ott szeretnék elkezdeni a tanulmányaikat, írja az EduLine. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal. A pótfelvételizők csupán egyetlen intézmény egyetlen képzésére felvételizhetnek az e-felvételi rendszerében. A jelentkezés határideje augusztus 10-e éjfél, eddig kell befizetni az 5000 forintos eljárási díjat is. Pótfelvételén csak önköltséges képzéseket hirdetnek, ez alól csak a magyar intézmények határon túli képzései, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései számítanak kivételnek. Azokon a képzéseken, ahová már februárban is lehetett felvételizni, a ponthatárok biztosan nem lesznek alacsonyabbak a július 23-án kihirdetetteknél. A többi szakon természetesen a minimum ponthatár alá nem mehetnek, ez alap- és osztatlan képzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen pedig 50 pont. A ponthatárokat előre láthatólag augusztus 26-án hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban. Több százan, akár ezren is áldozatául eshettek egy csalásgyanús esetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erre hívta fel a figyelmet tájékoztatóján az MSZP megyei elnöke. Veres János elmondta, az első magyar környezettudatos szociális országos szövetkezet 2,3 milliárd forint uniós támogatást nyert, és áprilistól kötöttek közmunkaszerződéseket Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykunszolnok és Hajdú-Bihar megyei munkavállalókkal. A szövetkezet a politikus elmondása szerint körülbelül egyharmaddal magasabb munkabért ígért, mint amennyit az önkormányzatoktól kaphatnak közmunkáért. Veres János hangsúlyozta, mára kiderült, hogy április óta nem nagyon van olyan munkavállaló, aki valamennyi hónapban munkát és fizetést kapott volna.
Sőt, akad olyan is, akinek indoklás nélkül mondták fel a munkaszerződését. Három tanulságot szeretnék a dologról mondani. Egyrészt fel vagyunk háborodva azon, hogy szegény emberek, kiszolgáltatott emberek sorsával visszaélve valakik ilyen inkorrekt eljárást alkalmaznak, ami itt történt, ráadásul közpénzből gazdálkodva alkalmazzák ezt az eljárást. Ezért felajánljuk a károsultaknak, hogy jöjjenek irodáinkba, a Szocialista Párt irodái választókerületenként rendelkezésre állnak ahhoz, hogy tanácsot adjunk számukra, hogy milyen jogi eljárásba részesülhetnek a későbbiekben. A három megye szocialistái büntetőfeljelentést fognak tenni ennek az ügynek kapcsán a következő napokban. Jelenleg ez a fogalmazás zajlik. Felülvizsgálják szakemberek a 6 évvel ezelőtt megalkotott vízgyűjtő gazdálkodási tervet. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 18 új játékost mutattak be az érdeklődőknek csütörtök este a kisvárdai futballcsapat hagyományos szezon előtti szurkolói ankétján. Az NB2-es újonc a szombati nyitó fordulóban a Csákvárt fogadja. A Sós Imre vezetőedző által irányított együttes célja a 7.-11. hely valamelyikének megszerzése a bajnokságban. A hétvégén a németországi Eberstadtban versenyez Bakosi Péter. Az utánpótlás Európa bajnoki 5. helyezett atléta a világ egyik legrangosabb magasugró versenyén az U23-as mezőnyben áll rajthoz. A nyíregyházi fiatalember szeretné túlszárnyalni az idei legjobbját jelentő 221 cm-t. Felülvizsgálják a szakemberek a 6 évvel ezelőtt megalkotott vízgyűjtő gazdálkodási tervet. Ennek során figyelembe veszik az aktuális kihívásokat, előtérbe helyezve a vízkár elhárítási területet, valamint az aszályos időszakok vízpótlási kérdéskörét. Az első hazai Európai Uniós irányelveknek megfelelő vízgyűjtő gazdálkodási tervet 2010-ben fogadta el a parlament. A terveket 6 évente felül kell vizsgálni, ezért társadalmi egyeztető konferenciát tartott a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vízgyűjtő gazdálkodási terv a vízkeret irányelv végrehajtásának legfontosabb eszköze. Ebbe a tervbe vannak rögzítve azok az intézkedések, amely a vizek jól állapotának elérését célozzák. Ez a program arra irányul, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási terv felülvizsgálata, tehát a 6 év elteltével ezeket a terveket felül kell vizsgálni, ennek a társadalmasítása lett volna ma a fő cél. A konferencia két kiemelt témája a felszíni és a felszín alatti vizeket érintő jelentős terhelések, azok hatása és a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén szükséges intézkedések voltak. Itt a megyében speciális helyzetben vagyunk, hiszen a nagy folyóinknak a zöme az külföldről érkezik, ezek a külföldi hatások meghatározzák ezeknek a nagy folyóknak a vízminőségét. A kisebb csatornák, belvízvédelmi csatornák helyzete viszont nem kedvező, sajnálatos módon az állapotuk azért elég rossz, nagyon sok a kiszáradó időszakos kis vízfolyásunk. A vízgyűjtő gazdálkodási terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyekkel a vízállapotok javíthatók. Tizennyolc új játékost mutattak be az érdeklődőknek csütörtök este a kisvárdai futballcsapat hagyományos szezon előtti szurkolói ankétján. Az NB2-es újonc a szombati nyitófordulóban a Csákvárt fogadja. A Sós Imre vezetőedző által irányított együttes célja a 7.-11. hely valamelyikének megszerzése a bajnokságban. Második NB2-es szezonja előtt áll a Kisvárda Mastergood, amely szemben a 2 évvel ezelőtti helyzettel nem az NB3-ban bajnoki címet szerző együttesre épített, hanem alaposan átalakította a játékos keretét. A csütörtök esti szurkolói ankéton nem kevesebb, mint 18 új játékos mutattak be a drukkereknek. Néhány fiatal mellett több jelentős élvonalbeli múltra rendelkező futballista is Várdai mezben játszik majd a 2015-2016-os bajnokságban. Én úgy érzem, hogy a nyáron megfelelően dolgoztunk, és a terveknek megfelelő keretet alakítottuk ki. A célkitűzésünk között ugye korábban megfogalmaztuk, hogy a 7. és a 11. hely közötti pozíciók közül kell valamiket megszereznünk. Én azt gondolom, hogy ez a keret az alkalmas lesz rá. Nagyon fontos, hogy az MLS előírásainak megfeleljünk, mégpedig abban a tekintetben, hogy 3 fiatal játékosnak a kezdetektől a pályán kell lennie. Ez a fiatal játékos, ez a 95 után születettiekre vonatkozik, és
Ennek ismeretében igazoltunk több olyan fiatal, tehetséges játékost, akik nagyon nagy feladat hárul majd a következő szezonban. Ők melléjük pedig természetesen szükség van a rutinra. Többek között a Rajzi Petit is azért hoztuk, mert ő már azt a szintet képvisel, ugye. És hát nagyon sok olyan játékos érkezett, akik középkorúaknak számítanak, velük hosszabb távra tervezünk, és bízom benne, hogy egy olyan gerinc fog kialakulni, amely hosszú távon lerakja a masszív NB2-es szereplés lehetőségét Kisvárnának. A 11-szeres válogatott legutóbb Kaposváron szereplő Rajci Péter reményei szerint új csapata meghatározó szerepet játszik majd a bajnokságban. Én egy kiegyenlített bajnokságot várok, én úgy gondolom, hogy Irmóc azért ki fog emelkedni a mezőnyből. Utána nagyon nagy kérdés, hogy ki lesz az a második, harmadik, negyedik, ötödik csapat, aki odaérhet ezekre a helyezésekre. Bízom benne titkon, hogy annyira összeáll ez a csapat, annyira egységes lesz, hogy igazolják a nevek a tudást, ami mögöttük van, és oda tudunk érni ezekre a helyekre valamikor. Sós Imre vezetőedző elmondta, hogy a tervezett munkát elvégezték, azonban a sok új játékos miatt időre van szükség ahhoz, hogy összeérjen a csapat. Én teljes mértékben nyugalommal várom a Rajtot, nem csak azért, mert egy olyan csapat érkezik hozzánk, akivel úgy gondolom, hogy hazai pályán mindenféleképpen nyerni kell, hanem tényleg a csapat elvégezte azt a munkát, amit én úgy gondoltam, hogy el kell végezni. Az biztos, hogy a felkészülés során látszott az edzőmérkőzések alkalmával, hogy a csapat kondicionálisan jó állapotban van. Nyilván a csapattá válás az még egy kicsit hiányzik, hiszen nagyon sok játékost igazoltunk nagyon sok helyről, de hát azt majd az idő fogja csak hozni. A Kisvárda Masztergúd Csákvár találkozó szombaton 17:30-kor kezdődik a Várkerti pályán, a mérkőzést vasárnap 21 órától láthatják a Kölcsey televízió nézői. A további párosítás Siófok-Dunaújváros, Budaörs-Balmazújváros, Sziget-Szentmiklós-Zalaegerszeg, Ajka-Sopron, Soroksár-Szolnok, Szeged-Gyirmút és Mezőkövesd-Vác. A hétvégén a németországi Eberstadtban versenyez Bakosi Péter. Az utánpótlás Európa-bajnoki 5. helyezett atléta a világ egyik legrangosabb magasugró versenyén, az U23-as mezőnyben áll rajthoz. A nyíregyházi fiatalember szeretné túlszárnyalni az idei legjobbját jelentő 221 cm-t. A tallini U23-as Európa-bajnokság után nem sokat pihent Bakosi Péter, az elmúlt hétvégén ugyanis rajthoz állt a Honvéd kupán. A budapesti verseny a hazai viadalokon megszokottól eltérően alakult, ezúttal ugyanis rivális akadt a nyíregyházi magasugrónak, aki így a vártnál nehezebben szerezte meg az aranyérmet. Úgy készült, hogy nem lesz ellenfele, ugrik valamit, és akkor készül erre az Eberstadti versenyre, de a menet közben kiderült, hogy az ellenfele a Fajzomi Dávid, a Viktor, nagyon jó napot fogott ki, és elkísérte Petit egész 219 cm-ig, úgyhogy muszáj volt összekapni magát. Egész jó kis versenyt hoztak össze. Peti egyetugrat levertek, kihagyott, átvitt kísérleteket, tehát nagyon jó kis verseny lett végül is. 219 cm lett a vége. Én azt hittem, hogy végül nagyobbat is ugrik, de hát végül is ez az eredmény maradt. Péter a hétvégén a versenyzők körében csak a magasugrás mekkájaként emlegetett, németországi Eberstadtban áll rajthoz az U23-asok mezőnyében. Ez az egyik legnagyobb magasugró verseny a világon. Erre a felnőtteknél részvételi szint az 230 cm fölött van, tehát csak a legjobb magasugrókat hívják meg. Egyik nap a női verseny van, másik nap a férfi, és az előttük lévő napon, tehát a két nappal előtte pedig az utánpótlás korúaknak rendeznek egy versenyt, de ide is csak a legjobbakat hívják meg, tehát itt is Péternek lesz 10 olyan ellenfele, aki körülbelül olyan eredményt tud, mint ő, tehát én remélem, hogy ebből egy jó eredmény fog kikerekedni. Péter célja, hogy megjavítsa az idei legjobbjának számító 221 cm-t. A németországi versenyen kívül a jövő hétvégi országos bajnokságon, a szeptemberi csapatbajnoki döntőn és még 3 külföldi versenyen lesz erre lehetősége a 22 éves magasugrónak. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Január 1-től csak olyan gyerekek után lehet igénybe venni a családi adókedvezményt, akik adóazonosító jellel rendelkeznek. Évek óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálják a legtöbb születést az országban, ezért itt érinti a legtöbb családot a változás. A megyében idén, július végéig 17 000 kártyát adtak ki, ami jelentősen több a tavalyihoz képest. Több mint 500 millió forintból újítják fel Baktalóránd házán a Degenfeld kastélyt. A 20 éve üresen álló épületben interaktív múzeumot alakítanak ki, és a tervek között szerepel a természetvédelem alatt álló park rendbetétele is. A közbeszerzési eljárás már lezárult, így augusztus elején elkezdődhetnek a felújítási munkák.
Augusztus 10-ig és kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be pótfelvételi kérelmet azok a diákok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy akik az idén nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A felvi.hu oldalon közzétett összegzés szerint a pótfelvételi eljárásban egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzését lehet megjelölni. A Kölcsei Televízió pénteki híradóját látták. Friss hírekkel hétfőn este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A hűvös éjszaka után visszatér a nyári meleg, elhagyja térségünket a napok óta felettünk húzódó frontzóna, nyomában meleg, száraz levegő érkezik fölénk. Éjjel derült idő várható gyenge légmozgással, csapadék nélkül, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A keleti szél időnként megélénkülhet, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nem várható térségünkben. Vasárnap egy csekély légörvény érkezik fölénk záporokkal, zivatarokkal, füllett meleggel. Kettől csökken a csapadékhajlam, napos száraz idő és fokozódó kánikula várható, a hét második felében pedig már ismét forróság valószínű.